Mert. Kedves hallgatók, a mai előadáson az agytörzsi pályákról lesz szó. Ez tulajdonképpen a már elhangzott gerincvelői fel- és leszálló pályáknak a folytatása. Lesz benne ismétlés is, ezeket igyekszem majd gyorsan befejezni, és különben pedig megyünk azokra az agytörzs specifikus dolgokra kicsit részletesebben, amik a gerincvelőnél még nem hangzottak el. Tehát kezdjük a felszálló pályákkal. A felszálló pályákat többféleképpen lehet csoportosítani. Csoportosíthatjuk úgy is, hogy mik azok, amik csak áthaladnak az agytörzsen, és nyilván számos kollaterális adnak le, mint a tractus spinotalamicus, vagy a spinocerebelláris pályák. Mik azok, amik az agytörzsben végződnek, ugye a hátsó kötek, fasciculus, gracilis, cuneatus, spinoreticularis, illetve mik azok, amik az agytörzsben kezdődnek. Azonban ennél logikusabb, illetve a funkció szempontjából fontosabb beosztás az, amit már a gerincvelőnél néztünk, hogy szomatoszenzoros és viszceroszenzoros pályák. A szomatoszenzoroson belül protopátiás, epikritikus, proprioceptív, ez tulajdonképpen teljes egészében megegyezik azzal, amit a gerincvelőnél beszéltünk. Nagybetűvel emeltem ki azt, ami most új, tehát az agytörzsre specifikus. Ismételjük át gyorsan ezeket, tehát protopátiás, ugye a hőfájdalom elemi vagy durva tapintás pályája, ami a gerincvelőben a tractus spinotalamicus vagy anterolaterális rendszer. Ez az agytörzsben ugye a trigeminus, mint érző ideg jön hozzá, és a pálya pedig a lemniscus trigeminalis. Az epikritikus tudatosuló része a finom tapintás vibráció nyomásért felelős, a gerincvelői pálya, a hátsó köteg lemniscus medialis rendszer, amit ugye már részletesen megbeszéltünk, az agytörzsben pedig ugyanúgy a fej területéről a finom tapintás lemniscus trigeminalis dorsalis pályájával jön hozzá. A proprioceptív, ugye a harmadik érzéskvalitás, ami izületi helyzetérzékelés, izomfeszülés, stb. Felelős, ez pedig nyilván a gerincvelőben a spinocerebelláris pályák, az agytörzsben pedig, ahogy már az agytörzsi magok előadásban is nyilván elhangzott, a nucleus mesenchymalicus nervi trigeminiben végződik ez az érzés kvalitás. Akkor nézzük a két fő szomatoszenzoros rendszer, tehát amik tudatosulnak, az epikritikus és a protopátiás rendszer. Ezeket is csak ismétlésképpen mutatom ezeket az ábrákat, hiszen erről már volt szó, hogy az első neuron hol van, felszáll egészen a nucleus gracilisig, kereszteződik lemniscus medialis thalamus, thalamus érzőkéreg, illetve a tractus spinotalamicus ugyanúgy a hátsó gerincvelői ganglionban ül az idegsejt testje, és bemegy a hátsó szarkba, kereszteződik, és egészen a thalamuszig felszáll, onnan pedig az érző kéregbe. Nyilván, ahogy ezek haladnak az agytörzsön keresztül, áthaladnak az agytörzsön. Itt van a gerincvelői szinten, látszik, hogy teljesen elkülön a két pálya, hiszen a hátsó köteg az a hátsó kötegben, a spinotalamikus pálya pedig az oldalsó és az előső kötegben halad, tehát teljesen szeparált a kettő. Látjuk, hogy a medulla szintjében, ugye a nyújtvevő szintjében oldalt helyezkedik el a tractus spinotalamicus világba jelölve, és zölddel pedig már a kereszteződés után a második neuron lemniscus medialis, de még mindig szeparált a két pálya. Kicsit feljebb a nyújtvelőben közeledik egymáshoz, és a hívban pedig gyakorlatilag egy konvergáló rendszerré gyűlik össze, és a mezenkefalomban is együtt mennek, és itt egy másik ábrá is lehet szépen látni, hogy ahogy a két rendszer konvergál, és ugye ugyanahoz a thalamus maghoz mennek, nucleus ventralis postero lateralishoz. A harmadik, ugye a kisagyi pályák, itt csak nagyon röviden mondom, mert hiszen a kisagyi előadásokban ezekről teljesen részletesen lesz szó. Ugye a kisagyhoz három nagy input rendszer megy, nyilván mindegyik átmegy, vagy ott kezdődik az agytörzsben, vagy átmegy az agytörzsben. Az első fő input
itt a kis agyhoz, az a vesztibuláris rendszerből érkezik, ami természetesen a vesztibuláris magok az agytörzsben vannak, tehát a tractus vestibulocerebellaris, aztán a spinocerebelláris pályák hozzák az információt a gerincvelő felől, tehát az izmok feszülése, az ízületek helyzetéről, ez is természetesen áthalad az agytörzsön, és a harmadik pedig, ami a legfontosabb, vagy legnagyobb tömegű, inkább így mondanám, input a kisagy felé, az agykéregből, a hídon keresztül a tractus pontocerebellaris, ez is természetesen az agytörzsben halad, illetve ott indul. Mindezt három pedunkuluszon keresztül történik. Most jön hozzá igazából ami új információ, a fej, arc területéről jövő érző információ milyen pályákon keresztül jut el az agykéreghez. Ahogy említettem már a korábbi előadásokban is, ezt a hármas felosztást szeretjük a legjobban, hiszen ez mutatja azt, hogy a három pályarendszer, az epikritikus, protopátiás és proprioceptív, hogyan különül el, illetve látjuk, hogy az agytörzsi magok is tulajdonképpen ezt a hármas felosztást követik, a trigeminus, mint fő érző ideg, ugyanígy három magot hoz létre, és minden mag egy-egy érzés kvalitásért felelős, tehát a nucleus mesenchymalicus nervi trigemini a proprioceptív mag, a nucleus principalis nervi trigemini az epikritikus mag, a nucleus tractus spinalis nervi trigemini pedig a protopátiás. Tehát ezért célszerű ezt a hármas felosztást követni, és innen indulnak a felszálló pályák, most ezt fogom megmutatni részletesen. Nyilván az érzéskvalitások ugyanazok, mint amit a gerincvelőnél láttunk, ugyanúgy a protopátiás, az arc területéről jövő hőfájdalom, elemi tapintás, ugye ezt már ugyancsak beszéltük, hogy a fej, az arc területe az egy nagyon érzékeny területünk, tehát itt nagyon sok idegvégződés van, epikritikus ugyanígy, vibráció, finom tapintás, gyakorlatilag a fej, arc területe a legérzékenyebb, a finom tapintás, a proprioceptív pedig elsősorban a rágóizmokból, de nem csak, de elsősorban a rágóizmokból. Látjuk, hogy az epikritikus szenzibilitás az csatlakozik a lemniscus medialishoz, tehát a lemniscus trigeminalis dorsalis csatlakozik a test többi részéből jövő pályához, ugyanígy a protopátiás pedig, mint lemniscus trigeminalis, a tractus spinotalamicushoz csatlakozik. A kettőt együtt lehet tractus trigeminotalamicusnak is hívni, hiszen ugyanúgy a talamuszban végződik, mint a többi gerincvelői felszálló pálya. A proprioceptív mag pedig ugye a nucleus mesenchymalicus nervi trigemini, ami a nucleus motorius nervi trigeminihez fut, mint ahogy nyilván az agytörzsi magoknál is volt róla szó. Ezek pseudounipoláris idegsejtek, ha visszamegyek egy pillanatra. Tehát ez egy olyan mag, ami mintha egy centrumba helyezett ganglion lenne, tehát perifériás nyúlványon jön a rágóizmoknak az izomorsóiból, és a centrális nyúlványa pedig vagy átmegy a trigeminusnak a motoros magjába, és ezzel zárja az agytörzsi reflexet, vagy pedig a nucleus principalis nervi trigeminibe megy, és ezzel csatlakozik az epikritikus pályához. Itt lehet látni a két rendszert, tehát a gerincvelői és az agytörzsi rendszert egymás mellett. Gyakorlatilag ez az ábra a legfontosabb, meg az ezt követő a másik rendszer, amiben látjuk a három egymást követő állomást, és hogy ezek hol helyezkednek el a maguk. Tehát ugyanaz a logikája a rendszernek, ugyanúgy három fő neuronból. Az első neuron ugyanúgy egy ganglionban ül, mint a gerincvelői felszálló pályánál láttuk. A második neuron az, ami kereszteződik mindig és a talamuszban végződik, és a harmadik neuron pedig a talamuszból megy az érzőkéregbe. Tehát ez ugyanúgy megvan az agytörzsi pályáknál is. Az első neuron természetesen nem a ganglion spináléban, hanem a ganglion trigeminaléban ül. Itt pirosra jelöltem a fő különbségeket, és azt az egyet kell csak megjegyezni, hogy melyik az a trigeminus maga, ami a protopátiás érzéseket közvetíti.
tehát ez a nucleus tractus spinalis nervi trigeminé, tehát leszáll, itt lehet látni, hogy a ganglion trigeminálra, ugye, ami a híd szintjén bemennek a rostok a ganglion trigemináléból az agytörzsbe, és leszáll a nyúltverőben lévő nucleus tractus spinalis nervi trigeminibe. Azért is hívják tractus spinalisnak, mert leszáll egészen a legmagasabb gerincvelőt is elérve, és ez maga a tractus spinalis nervi trigemini. Maga a mag, az pedig a medullában helyezkedik el. Itt kapcsolódik át a második neuronra, és a második neuron kereszteződik, mint mindig, általános szabály, kereszteződik, és mint lemniscus trigeminalis felszáll a thalamusba. Gyakorlatilag ez egy összefüggő mag, ez a nucleus ventralis posterolateralis és posteromedialis, csak szomatotópiás elrendezést követve a magnak a mediális részében végződnek a fejről az érzések, tehát ez a nucleus ventralis posteromedialis, és innen megy az érző kérekbe, arra a helyére, ahol az arc reprezentálódik. Tehát ez a protopátiás érzéskvalitás. Az epikritikus, a másik, ugyanígy összehasonlítva a gerincvelőpályát, első neuron, ugye a ganglion trigeminálénban ül, tehát ez ugyanaz. A második neuron, itt ugye a híd szintjén, a ganglion trigemináléból a híd szintjén bemegy az agytörzsbe, és ott van ez a mag, ami az epikritikus mag, ez a nucleus principalis nervi trigemini. A többi ugyanaz, hiszen a második neuron mindig az, ami kereszteződik, és onnan a felszálló pálya megy a thalamushoz. Ezt a felszálló pályát hívjuk lemniscus trigeminalis dorsalisnak, mert az előzőhöz dorsalisra helyezkedik el, és a thalamusban ugyanúgy nucleus ventralis posteromedialis van, végződik majd onnan az érzőkérekbe. Tehát ezt a három neurónos rendszert követi ez.